A Madarász Imre egyesített óvodában évtizedes múltra tekint vissza a kerékpározás kultúrájának kialakítása. Ez segíti elő a mindenében megrendezésre kerülő Ügyeskedj a kerékpároddal elnevezési program is, melynek egyik legfontosabb célkitűzése a szemléletformálás hangzott el Andrássy Tiborné munkaközösség vezető köszöntőjében. Ezt a programot 12. alkalommal szervezzük meg a lelkes óvodapedagógusokkal, akik elkötelezettek a kerékpározás népszerűsítése érdekében, illetve a fenntartható közlekedés népszerűsítéséért. A betélkedőn minden tagóvodá 12 kisgyermek és 4 szülő képviseli, és 10 pályán betélkednek a gyerekek. Ügyességi pályákat állítottunk fel, illetve olyan pályákat, ahol gyakorolhatják a közlekedési szabályokat, szokásokat, kereszttáblákkal ismerkednek meg, és játékos tevékenységeken keresztül alkalmazni is fogják a megszerzett ismereteket, tudásukat. Azt szeretnénk, hogyha a szülők is részesei lennének a programunknak, hiszen az óvodának nagyon fontos, hogy a családok aktívan részt vennének az óvodai életben, és a népszerűsítést valójában így tudjuk megvalósítani, hogyha ők is kipróbálják ezeket a feladatokat, azt azonban tudjuk, hogy nagyon sok család kerékpározik, kerékpártúrázik. Az óvodás gyerekek nagyon szeretnek biciklizni. Nyáron olyan tábort is szerveznek, ahol az óvodapedagógusok a kicsikkel kerékpáron fedezik fel a város nevezetességeit, de kisebb kerékpártúrák tanévközben is vannak az egészséges életmód keretében. Nyáron van egy programunk, az egy hét a környezetünk védelmiért tábor. Ez egy kerékpáros tábor. Az intézmény valamennyi óvodájából részt vehetnek azok a gyerekek, akik a természet és a környezet iránt fokozottabban érdeklődőek, és jól tudnak két keréken kerékpározni. A program keretében kerékpáros túrákat szervezünk lakóhelyünk természeti értékeit képviselő területekre, és itt is a kerékpáros közlekedést gyakoroljuk. A rendőrségen nagyon régóta van kapcsolatunk, akik segítik a kerékpározás népszerűsítő programjainkat, kijárnak az óvodáinkban a kerékpáros rendezvényeinkre, és most ez egy új eleme a kerékpáros vetélkedőnknek, a Bicycle program. Ezt szeretnénk bemutatni a szülőknek, hogy lehetőségük van a kerékpárjaikat regisztrálni, nyilvántartásba venni, rendőrségi nyilvántartásba, és ugye mindenki biztonságban tudhatja a kerékpárját. És ezt szeretnénk nekik bemutatni, hogy a későbbiekben éljenek ezzel a lehetőséggel, amit a rendőrség biztosít számukra. Most kapcsolódva az Európai Mobilitás Héthez rendezték meg a Városháza előtti téren és a parkban az Ügyeskedj a kerékpároddal megmérettetést, ahol az óvodások mellett a szülők is bekapcsolódtak a feladatok végrehajtásában. Van egy nagyon jó kis könyvünk, amiben benne vannak az összes kereszttábla és az összes tudnivaló a kerékpározással, járművekről, stb. Sőt, van egy nagyon aranyos kis történetet tartalmazó könyvünk is, és annyira fogékonyak rá, hogy önállóan kezdték el ezt nézegetni, és megtanultak nagyon sok mindent, mire rájöttünk, hogy ők ezt már tudják.